Régóta várt beruházás valósul meg Madárdombon, a helyben élő családok nagy örömére játszótér épül a helyszínen. A korábbiak során már átadásra került egy fitnesspark a felnőttek számára, az új létesítmény emellé kerül majd, hogy a gyermekek igényeit is kiszolgálja. A munkálatok megkezdődtek, a játszóeszközök telepítése már megtörtént, a terület rendezése, valamint a kerítés kiépítése azonban még hátra van. A beruházás további részleteit M. Tóth Katalin, a körzet önkormányzati képviselője ismertette. A Madárdomb Rákos keresztúr kertvárosias környezetében található, ahol számtalan kisgyermekes család él. A kerületrész 1984-es alapítása óta tervben volt egy játszótér építése is a helyszínen, amely projekt most megvalósul, mondta el M. Tóth Katalin, a körzet önkormányzati képviselője. Hozzátette, a felnőttek számára a korábbiak során már létesült egy fitnesspark a helyszínen, a játszóteret pedig emellé fogják telepíteni a szakemberek. Nagyon sokat tanakodtunk, hogy hol lehetne egy játszóteret, egy fitnessparkot kialakítani, és volt polgármesterünkkel, Ríz Leventével találtuk ki ezt a helyet, mivel nagyon sokan nem tudják, hogy az úttól 15 méterig a kerület tulajdonában van a terület, és beljebb pedig a fővárosé. Ez is adta az indokot arra, hogy gyakorlatilag ide épüljön a fitnesspark és a játszótér. A munkálatok a tervek szerint 2020-ban kezdődtek volna meg. Ez azonban a koronavírus járvány miatt 2021-re halasztódott. Az önkormányzati képviselő utalt rá, hogy a gyermekek készségeinek fejlesztését is elősegítő játszóeszközök jelentős része telepítésre került. A területet körbevevő kerítés megépítése azonban, amely a biztonság megteremtésének szempontjából lesz fontos, még hátra van. Látjuk, hogy a munkálatok most már azért beindultak, minden eszköz a helyére kell, hogy kerüljön, a hintákat fel fogják szerelni, és elkezdődik egy kerítésépítés. A gyerekek biztonsága miatt ez nagyon fontos. A beruházás néhány héten belül befejeződhet, a visszajelzések pedig arra utalnak, hogy a játszótér átadását nagy örömmel várják a helyben élő családok.